Ismerték, hogy nem egy átlag ember, hiszen rengeteg emberben segített, gyógyított, ezért mondhatni, hogy közkedvelt személyiség lett, sokan felkeresték. A mai evangélium az ő önzetlenségéről beszél, arról, hogy milyen hatással volt azokra, akik vele találkoztak. Mint egy napi programját hallottuk volna a mai részben. Arról olvastunk, hogy mi mindent tett, de sokkal fontosabb az, hogy miként teszi. Szent Péter házában Jézus nem nézte tétlenül, hogy beteg annak anyósa. Mihez szóltak az érdekében, ő oda ment hozzá, hallottuk, megfogta a kezét és fölsegítette. Erre megszűnt a láza és szolgált neki, akit Jézus meggyógyított. Az nem szabadulhatott az ő személynek vonzó köréből. Még akkor is tolongtak az ajtó előtt, amikor beesteredett. Mégis hajnalban Jézus nagyon korán kelt, hallottuk, kiment, a házból elment egy elhagyott helyre, és ott imádkozott. Mondhatni, hogy megfeszített programjában helye volt az imádságnak. Ez az alap, amire épít. És bennünket is akar tanítani. Amikor túlságosan igénybe vesznek, még jobban szükséges belülről töltekezni. Erről sokszor megfeledkezünk. Szeretünk sokszor arra hivatkozni, nincs időnk az imádságra, nincs időnk az Istennel való kapcsolatra, mert sokkal dolgunk. Aktivizáljuk magunkat, akár még az egyházban is. Mi magunk is sokszor beleesünk ebbe a hibába, hogy sok mindent teszünk, mert mutatni akarjuk, hogy valamit teszünk az egyházért. Az a küldetésünk, hogy minél több embernek hirdessük az evangéliumot, természetesen, ahogyan Szent Pál is mondja, ez a küldetés, ez a hivatása, ezt kell tennie kötelességből. De Jézus figyelmeztet bennünket, hogy az imádságra hagyjunk időt, akármilyen sok a dolog is. A vele való belső kapcsolatra időt is teret kell hagyni. Jézus lelkületére van, hogy idegenkedik a csodaváró tömegtől. Azt mondják, hogy téged keres mindenki. De ő azt feleli, menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, hiszen ezért jöttem. És ment, és hirdette az evangéliumot, az örömért a zsinagógákban, Galilea egész területén. Hányan és hányan keresték fel Jézust, és találtak lelki megnyugvást nehézségeikben, bajaikban. De Jézus nem állt le. Nem az volt a fő küldetése, hogy betegeket gyógyítson, hogy ördöget üzzön ki. Hanem legfontosabb, hogy minél több embernek elmondja Isten üzenetét, az örömhírt, a szeretet parancsát, azt, hogy hogyan és miként kell élned, hogyan tudsz Istenhez közelebb kerülni, mi az életnek az igazi értelme. A tanítás, mondhatnánk, hogy szinte fontosabb volt számára az örömhír hirdetése, mint a cselekvés, a tettek.